Viszont most nem a béreknél tartunk, hanem a járműparknál igazából, meg a közlekedésnél. Ha visszatérünk egy gondolat erejéig az útdíjhoz, akkor Rogán Antal mai megjegyzése közül, illetve a megjegyzés váltásból sok mindent nem értettem eddig a pillanatig, de például azt, hogy Rogán Antal szó szerint azt mondta, hogy támogatja, ha a főpolgármester az említett részt visszavonja. Ön ezt visszavonhatja, ezt az útdíj, tehát a 8 vagy 9 pont között felsorolt egy pontot ön visszavonhatja? Hát ez nem az ön munkája. Hát persze, hogy nem. Hát mindenki tudja ezt. Ebbe a kommunikációs mágiába én nem veszek már részt. Nem akarok veszekedni, vitatkozni. Butaság a kijelentés. A 9 javaslat közül a kormányhivatott eldönteni, hogy melyiket fogadja el. Hát nagyon sok minden más is van itt az említett parkolási díjakon, forrásmegosztáson kívül például az ÁFA tartomány, például a dugódíj előkészítése, amit nem, egyébként én egy megjegyzést tettem, de annak köze nincs ehhez a fölvetett kérdéshez, azt mondtam, hogy a dugódíjat helyesebb volna behajtási díjnak nevezni, ez így is van, jobban takarja a valóságot, amellett, hát nem tudom, ilyen benzinárak mellett nincsenek is annyira már dugók, tehát nem kell attól annyira félni. Egy probléma de, kipipálva. Nem. Hát nem. Tehát a helyzet az, hogy említettem önnek, a TET 8-9 javaslat közül 3 is elegendő ahhoz, hogy a BKV helyzetét megoldjuk, a hosszú távú finanszírozását, olyan módon, hogy 2013-tól ne kelljen a kormánytól pénzt kérni. Ehhez nincs szükség 9 intézkedésre. A 9-ből az első gondolom az árolt összegnek a feloldása. Az is a javaslatok és a kérések között szerepel. Tehát kiemelni az utolsó helyen preferáltat, ha úgy tetszik, elhallgatva, hogy milyen kockázati tényezőket sorolunk fel, milyen hosszan. Én úgy gondolom, hogy ez nem a közvélemény tájékoztatása, hanem a közvélemény heccelése, amire most nem nagyon volna szükség. Tehát én azt szeretném mindenkitől kérni, hogy inkább segítse elő a BKV problémájának a megoldását. Elmondtam azt is, hogy itt az első negyed évben egy 2004-ben felvett nagyon nagy összegű hitelt kell visszafizetni. Hiába oldják fel a normatív támogatás zárulását. Ez a normatív támogatás, ez havi bontásban, havi kontingensekben érkezik az önkormányzathoz, a fővároshoz, tehát arra teljesen alkalmatlan, hogy az adósságállományt kezelje. Ma hallottam azt a hírt, hogy esetleg állami garanciával azt akarják, hogy mi vegyünk fel hitelt, ennek én nem örülök. Egyébként 2011 mellesleg az első olyan év is volt, tetszett kérdezni, mit kezdtünk el. Az első olyan év volt talán 2004 óta, mikor a BKV működési hitelt egy fillért sem vett fel. És 56 plusz 16 milliárdot kapott támogatást összesen, vagyis gyakorlatilag vesztesége ebben az évben nem termelődött, vagy egészen minimális. Ez de van épp elég, amit maga előtt görget, amit meg van, kell oldani. Így van, tehát mindezeket figyelembe véve kell egy rövid távú havária helyzetet megoldanunk együtt a kormánnyal, ami pedig a hosszú távú finanszírozást illeti, ott született ez a 9 javaslat, sem én, sem a közvetlen munkatársaim ezt a matricás 10 000-es lehetőséget nem pártoljuk. Emlékezzék vissza, az is elterjedt, hogy mi javasoljuk a tarifaemelést. Ugyan ez volt a helyzet. Mint elméleti lehetőség felmerült, azonnal hozzátettem én magam, hogy kontraproduktív lesz, ha ezt bevezetik, mert sokkal kevesebb bérletet, jegyet fognak vásárolni, a blitzelő is több lesz, nem hozza meg azt az eredményt, amit elvileg matematika alapján a jelenlegi bázisadatokból prognosztizálni lehet, mert kontraproduktív lesz, és nem vesznek majd jegyet és bérletet. És ahhoz mit szól, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ebből a 9 pontból ezt az egyet támogatja, hát az útdíjbevezetését? Ez az, amit nem értek, hiszen az a megjegyzés, egyébként ne feledje el, hogy ez nem a kormány véleménye, ami ma elhangzott, nem is a miniszterelnök úré, nem is a belügyminiszteré, nem is Navracsics Tiboré, ez egyelőre az egyik tárca néhány képviselője, ad abszurdum, némelyik nem is a vezetője által készített anyag, megfoghatatlan számomra, hogy miért pont ezt
exponáltam a valaki, mi ezt valóban nem favorizáljuk ezt tehát a megoldást. Tehát akkor az igaz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ezt az egy pontot fogadta el. Hát abban az anyagban, ami eljutott hozzánk, valóban ez van. Ugye az az érv ebben az anyagban, hogy a többi nagy részéhez költségvetést kéne módosítani, a parlament már döntött. Na de ne haragudjék, a költségvetést 1990 óta számos vagy számtalan esetben módosították. Egyébként ahhoz is módosítani kell, hogy feloldják a normatív támogatás befagyasztását. Tehát nem tudom, hogy miről szól ez az érvelés, ez számomra elég kezelhetetlen. Majd holnap ugyanolyan a kormányülésen biztos ki fog derülni. Még azt mondja meg nekem, mondani, így van, hogy azért számmal láthatóan önt Rogán Antal, finoman fogalmazok, nem kedveli. Miért? Miért nem kérdezi meg őt? Hát de, mert most nincs itt, ezért aztán a másik felet tudom megkérdezni, nevezetesen önt. Hát ez a furcsa, én mindig eljövök, én mindig elmondom. Ha eljön Rogán Antal, őt is meg fogom kérdezni, higgy hát nézze, nekem. A főpolgármesteri pozíció az egy nagyon komoly pozíció. És az? Nagyon legitim is. A miniszterelnök után talán a leglegitimebb, hiszen százezrek választják meg közvetlenül. Ön szerint rajtam kívül ki szeretett volna még főpolgármester lenni? Rogán Antal? Én kérdeztem valamit. Hát én nem tudom. Hát, dehogy nem tudja. Honnan tudjam, hogy ki akart? Na, azt tudom, én nem akartam főpolgármester lenni. Rogán Antal az? Szerkesztően szóval. Ezért nem szereti önt? Erről ennyit. Hú, tehát akkor ez a konfliktus tárgya, hogy Rogán Antal szeretett volna a főpolgármester lenni. Nem, én csak föltettem egy kérdést. Hát hogyha nem így lenne, akkor nem tette volna fel ezt a kérdést. Kérdezni szabad. Hát igen, csak az a megszokott, hogy a műsorvezető kérdez, és nem a vendég. Hát nézze, rendhagyó esetek, rendhagyó válaszokat is kikényszerítenek néha. Akkor válaszolok, mintha jelennék a vendég. Tudja jól. Azt gondolom, hogy Rogán Antal szeretett volna főpolgármester lenni, és ez a konfliktus tárgya. Jól válaszoltam, ha én lennék Tarlós István? Hát nézze, ha ezt a választ adja, én azt tudom mondani, hogy én ezt nem akarom cáfolni. Hát akkor legközelebb ezt folytatom Rogán Antallal. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én azt hiszem, hogy ezeket be kéne fejezni. Úgy általában be kéne fejezni. Én nem vagyok se haragtartó, se bosszúálló, de nem vagyok rossz bozót harcos. Én valamit ígértem a miniszterelnöknek, és valamit ígértem a választóknak. Nem azért jöttem ide, hogy ilyen kicsinyes piszkálódásokat állandóan, hogy is mondjam, újra indítsunk, hanem azért, hogy valami értelmeset tegyünk. Higgye meg nekem, hogy nekem ez a célom, és semmi egyéb. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.